Sziasztok! Üdvözlök mindenkit megint itt a csatornámon. Ma ki fogok próbálni TikTok videókat, és már beszereztem hozzá mindent. Szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami ténylegesen igaz, és mi az, ami hamis, és csak úgy csinálnak, mint hogyha ez így lett volna. Szóval nézzük! Tessék! És akkor nézzük is a videókat. Először a TikTokosok jönnek, aztán az, amit én megcsináltam. Bocsánat, csuklak! Na, mint láthattátok az előző videóban, egy lány a hajvasaló segítségével tüntette el a blokkot. Nem hiszem el, hogy csuklak! Ezt amúgy már kipróbáltam az egyik TikTok videóban. Honda, miket vásároltál? Anya, amik föl voltak írva. Mutasd csak a számlát! Oké! Pillanat! Tessék, anya! Ezzel meg mi lett? Na szóval, láthattátok, hogy ott sikerül, de kérdés, hogy ezt valahogy utómunkával csináltam, vagy tényleg igazi? Na de lássuk! Igaz! Pedig sokan írtátok amúgy, hogy ez kamu, de nem, tényleg. És nem égett el, viszont nem látszik, hogy na, ki mit vedd. Ez elég fura egy dolog szerintem, de jó, próbáljuk ki. Áú, ahogy ez fáj! Hát igazából az ujjam fáj. Ez kamu. Na itt csak az ügyességemen fog múlni. Na, még egy próbát megengedtek? Várjál. Szerintem így hátrébb. Jó, még egyet! Fanni az ezredik próbálkozás után. Sikerült! Ettől kicsit félek. Alma és a villa, hogy így elkapjam. Kicsit fröcskölt. Na, ez másodjára szerintem sikerülni fog. Júj! Kis porcica. Wow, 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 wow! Harmadjára sikerült. Hogy benne van, oda néz. Ajjára, a szivacsosra amúgy nagyon kíváncsi vagyok. Ó, rózsaszín! Na szóval gyújtottam egy gyertyát, és e fölött fogom megmelegíteni a villát. Remélem nem fog beriasztani a lakás. Hát, nekem ilyen lett. A videó, amire azt mondom, hogy fú, na erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy igaz-e. Szóval, ki is próbáljuk, cukorka meg, majd meg fogom melegíteni ebbe a kis tálkába, megnézzük. Megyek. Kész is lett, hát erre nagyon kíváncsi vagyok, nagyon csúnya. Nem á, hát ennek előbb megolvadt az alja. Próbáljunk még egyet. Egy kicsi jött! De jó! Hát nézzük! Nem sok esélyt látok rá, de hát ha... Rárakjuk turbóra! Én nem tudom, hány fogon kellene, hogy ez melegítsen. Hát ez így nem sikerült. A tűzhelyen kell megcsinálni a tojást. Na hát jöjjön. Mi mást írhattam volna föl? Most vettem ezt az öngyújtót, de ez a maximum lángja. Na akkor jöjjön gyufával. Na nézzük. Hát elégeti a papírt. A bocs tesó meg majdnem elégett. Bocs tesó! Ehhez van cukorkám, sütőpapírom, hajvasalóm. Má! Bele is raktam. Ezt egy napig fogjam, hogy jó legyen.
Ó, már olvad. Legyez, nem sokára kész. Au, nagyon meleg. Hoppá, hoppá. Tök jó, ez igaz. Ez nagyon jó, sikerült, és tök jól néz ki. Nagyon jó. Hát én csak kevés vízzel merem megcsinálni, mert aztán itt minden úszni fog, érzem, hogy ez nem fog sikerülni. Oké. Okay. Jaj. Félek. Hát ez nagyon jó! Jó, de most nem húzom ki, nem vagyok butus. Ide rakom addig. Nagyon jó! Erőizom. Otto, figyelj! Hoztam vizet, még egy kupakot, és nem tudom, mivel veszi ott ki a srác, de mondom, egy töltött zsinór csak jó lesz. Na akkor. Nem áll! Úgy érzem, hogy ez nem megfelelő. Bevallom őszintén, talán ezt vártam a legjobban, mert imádom. És ha nem is igaz ez a videó, akkor is legalább megeszem. Itt kicsit így lefinom. Jó, szétszedtem. Ó, szétjön! Oda néz! Nagyon jó, be lehet hajtogatni. Ez igaz! De komoly már! Füncsi. Ezt már gyerekkoromban nagyon sokszor csináltam, szóval itt tudom, hogy igaz vagy nem igaz, de azért nézzük meg. Hát, ha ti nem tudjátok, vagy valaki nem tudja még. Kakaó. Wow! Na, akkor itt vannak a fokhagymák. Van szaga. Meg a méz. Hát a lány úgy csinált, mint hogy ez annyira finom lenne. Komolyan mondom, ahogy ő ette, még meg is kívántam. Kicsit szkeptikus vagyok, hogy ez milyen ízű lesz, de hát nézzük. Még egy kicsikét. Úgy, ja? Egészségünkre, kóstoljuk meg. Na. Ez borzasztó! Mi ez? Ennek a lánynak nagyon fura ízlése van. Na, próbáljátok ki. Kíváncsi leszek, beszínezzük a gyufának a hegyét. Én most feketére fogom, elvileg fekete kell, hogy legyen majd a víz ezáltal. Hát ez nem igaz. Lássuk a medvét. Hát én a boltba csak műanyag kanalat találtam, és nem volt sajnos, szóval nekem nagyon menő ilyen műanyag kanál szemüvegem lesz. Hello! Nem akar odaragadni, azért nem olyan könnyű, mint a videóban. Jó, és akkor már csak itt kellene elhajlítanom. Kaptunk egy ilyen hiper-szuper modell szemüveget. Csá! Hát ez nem lett jó. Jó, befújkáltam a kezemet. Kicsit rászárítok. Oké. Okay. Jó, vizes lett a kezem. Hát nézzük. Nem jó! Kis gumicukor. A videóban nem pont ilyenre rakták. Ez nagyon sötét. Kicsit meg van pörkölve. Jön, de nem úgy, mint a videóban. Ez normál állapotban finomabb. Wow, de jó!
Eddigi legjobb, komolyan mondom. Na és akkor jöjjön a teás filteres. Én nem tudom, hogy állította meg. No, gyorsan még mielőtt meggondolja magát. Na, szájföl. Ez jó nagy kamu volt, kérem szépen. Erre nagyon kíváncsi leszek, mert már csináltunk ilyen, hogy a tollat eltüntessük, de nem tűnt el. Nézzük meg, hogy vasalóval tényleg eltűnik-e. Na, ezzel nem tudjátok eltüntetni a matek egyest. Na hát akkor nézzük, ez elég bugyutának tűnt, hogy nem igaz, de meglátjuk, mennyire igaz. Áú! Ez egyáltalán nem fájt, nem tudom, hogy miért csinálott mindenki úgy, mintha fájna, de nem fájt, szóval nem tudom, annak mi értelme volt. Ez nagyon jó volt! Na és akkor jöjjön a híres citromjég, megnézzük. A nadol olyan, ami jó, és ráadásul nem is füstöl. Jaj, erre kíváncsi leszek. Wow! Ez nagyon komoly. Azt hittem, ki fog szakadni az egész. Ez tetszik. Nézzük! Lehet kicsit korán vettem ki a fagyasztóból, de amúgy ez klassz! Ez nagyon jó jégkrém lenne, mármint ilyen jeges jégkrém. A kupit azért megmutatom. Minden is van itt, és most pedig nekiállok takarítani. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, én nagyon durván élveztem ezt a mai napot, szerintem nagyon jó volt rájönni, hogy mi volt igaz, és mi nem igaz, és csak mondjuk utómunkával csinálták meg, szóval nagyon jó volt. Szeretnél part 2-t, akkor írd meg kommentbe, vagy még milyen videókat szeretnétek látni. És ne felejts el feliratkozni se, hogy ne maradj le a következőről. Puszisz!